Nem túl szerencsés légiós kérdésben a Paks. Az atomerőmű SL férfi kosár csapatánál egyelőre jönnek-mennek a külföldi játékosok. A szezon elején leigazolt és bevált Shannon Evans télen sérülés miatt távozott a csapattól, bár őt visszavárják szeptemberben. Helyére érkezett a Falkó KC korábbi játékosa Julian Norflét. Majd Hentonnal meglett az ötödik légiósa is Paksnak. Ekkor úgy tűnt lezárult a külföldi Játékosok mozgása, de tévedtünk. Trajkovszkival akad gond, mint kiderült, nem is új keletű probléma. Trajkovszki egy nagyon kiváló játékos, ugye országában a, a legjobb, tulajdonképpen a, a döntések alapján, a számok alapján, viszont úgy éreztük, és ez már egy hosszabb folyamat, hogy nem tudott szerkezetileg beépülni a csapatba. Valószínű, hogy egyrészt a az a, az a játék stílus, amit szerettünk volna vele játszatni, az nem feküdt annyira neki. Ez valószínűleg frusztrálta is, valamennyire nem érezte helyén magát. Másrészt pedig ebben közre játszott az is, hogy a csapaton belül sem találta meg a helyét hangulatilag, és ez ahhoz vezetett, hogy időnként a csapatba feszültségek voltak. Én nem akarom ezt az ő nyakába varni, de minden tényezőt figyelembe úgy döntöttünk, hogy, hogy váltanunk kell és a váltás meg is érkezett Joseph Lual Aquil, Ausztrál-Szudán kettős állampolgárságú 213 centis center személyében. Azonban nem sokáig örülhettünk. Az izraeli élvonalból kölcsön kölcsönkapott 24 éves fiatalember posta fordultával mehetett is vissza Jeruzsálembe, ugyanis nem felelt meg a kötelező fizikális és orvosi felméréseken. A döntést az atomerőmű ese vezetősége hozta meg, olvashatom az Egyesület honlapján. Így tovább folytatódik a légiós kérdés az Aseko arasainál, bár szorít a cipő. Az átigazolási időszak február 22-én lejár, arról nem beszélve, hogy a jelenleg tizedik helyen álló paksiak igen messze kerültek a rájátszástól. A nyolcba kerülés egyre távolabbi reménynek tűnik számukra. Bár hét forduló még hátra van, és mint tudjuk, a remény hal meg Mint ahogy légiós kérdésben is, ugyanis ha sokat gyára is, de megvan az ötödik légiós, Emir Williams 26 éves, 211 centis amerikai center személyében. Amennyiben megfelel a fizikális és orvosi felméréseken, a szezon végéig szerződést kötnek vele. Fogalmaz most már óvatosan az Egyesület honlapja ahonnan azt is megtudhatjuk, hogy február 12-i hatájjal az atomerőmű ese felmentette Schmidt Bélát a férfi kosárlabda csapatnál betöltött vezetőedzői megbízatása alól. További intézkedésig a vezetőedzői feladatokat Ján Pavlik látja el.